Köszöntöm a Gazdatúra nézőit! Mai műsorunkban egy iklandi méhészetet látogatunk meg, tartsanak velünk! Sima Ferenc méhészete Iklandon található, nem messze Marosvásárhelytől, csupán 12 kilométerre a Káli-patak völgyében. A legtöbben gyermekkorunkban csodálattal figyeltük a méheket, ahogy a gyümölcsfákat látogatták, szorgoskodva egyik virágról a másikra szálltak. Akkor még én magam is keveset tudtam a méhekről, a szorgalmuk viszont lenyűgözött. Úgy gondolom, ez a csodálat szeretet nélkülönözhetetlen eleme a méhészkedésnek. A szakmába legtöbben beleszületnek, az ismereteket gyerekkorban gyűjtik össze a szülőktől, nagyszülőktől. Én a méhészetbe úgymond beleszülettem, nagyapám, édesapám, mindenki méhész volt, úgyhogy a gyerekkorom ott telt el a méhek közelébe. Gyermekkoromban persze nem szerettem a méheket, sokszor megszúrtak, feldagadtam, haragudtam rájuk. Akkor se szerettem, amikor édesapám erővel odaállított, hogy vele együtt kell dolgozni, kell segíteni a méheknél. De aztán lassanként ezek a negatív élmények úgymond elmúltak. Megszerettem a méhészetet, már középiskolás koromban szívesen dolgoztam a méhekkel, szívesen segítettem nagyapámnak és édesapámnak. Az egyetem elvégzése után Marosvásárhelyre kaptam a kinevezést, és akkor már az első évben azon gondolkoztam, hogy önálló saját méhészetet kellene alapítani, és ez édesapám segítségével sikerült 25 méh családot megvásárolni, ez volt az induló alap, ezt aztán évek hosszú során fejlesztettem, befektettem a méhészetbe, és sikerült több mint 200 családos méhészetet létrehozni, persze vándorló eszközöket, tehát pavilonokat, méhészautót közben sikerült vásárolni, és nem csak helyben méhészkedtünk, hanem a vándorméhészetet is folytattuk, és most annak örvendek, hogy a fiammal együtt tudunk méhészkedni, és van akinek úgymond átadni a szakmát. A méhek már jóval előttünk itt voltak a földön, tűrőképességük határtalan, még némi vegyszert is kibírnak, amit mi nem igazán tűrünk el hosszabb ideig. Velünk élnek, mégis vadak maradtak. Egyszerűnek tűnhet a méhész szakma külső szemlélőként. Szerzünk sok kaptárt, méhcsaládokat, elhelyezzük őket egy nektártadó helyre, majd néhány hónap múlva visszatérünk és begyűjtsük a termékeket. Na de ez nem egészen így van. Aki méhészkedéssel szeretne foglalkozni, annak a méhek orvosának, gondozójának, valamint a téli hónapok alatt táplálójának is kell lennie. Döntő fontosságú az is, hogy a méhész gondosan meg kell válassza azokat a helyeket, ahová a kaptárokat elhelyezi. Ebből a szempontból talán külföldön könnyebb méhészkedni, mint hazánkban, ugyanis nálunk agyon vannak terhelve a méhlegelők. Sajnos egyre nehezebb a méhészetből megélni. Ha valamikor 50-60 méh család után úgymond már szinte annyit lehetett, annyi jövedelmet hozott, hogy abból szinte meg lehetett élni, manapság legalább 200 vagy 300 család méh szükséges ahhoz, hogy annyi tudjon a termelni a méhész, hogy szűkösen el tudja tartani mondjuk a családját. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az idők folyamán a mézárak nagyon-nagyon drasztikusan csökkentek, a másik pedig a konkurencia, egyre több méhész van, és egyre többen próbálkoznak sikert elérni a méhészetbe. És ezek mind oda vezettek, hogy manapság, hogy méhészetből meg lehessen élni olyan, ahogy mondtam, 200-300 családdal kell méhészkedni.
Az egész ugye általában úgy indul, hogy hobbi, tehát egy pár családdal elkezd az ember méhészkedni, akkor egyre jobban megszereti, fejleszti, és különböző szinteken lehet méhészkedni. Tehát lehet 10-15 családdal úgy kedvtelésből, hobbiból méhészkedni, az még igazán jövedelmet nem hoz, de esetleg a saját család szükségletére megtermeli a mézet. A következő fázis mondjuk olyan 50-75 családdal méhészkedni, az már egy olyan méhészet, ami kiegészítő jövedelmet tud biztosítani egy fő állás mellett, és ahhoz, hogy aztán csak méhészetből megélni, oda már több száz családdal kell méhészkedni. De ez a jó a méhészetben, hogy több szinten lehet úgymond művelni, hobbi szinten, középhaladó szinten és profi szinten. A méhésznek szolgálni kell a méhek munkáját, és ezt csak szeretettel és alázattal lehet jól végezni. A méhek szúrnak, és a méhszúrás az nagyon fájdalmas, méhésznek is, másnak is, és ha az ember nem szeret igazán, akkor nagy-nagy valószínűséggel hamarabb hagyja a méhészetet. Aki csak azért kezd el méhészkedni, hogy ebből aztán meggazdagodok, és nagy jövedelmet érek el, az a véleményem, hogy akkor jobb, ha hozzá se fognak. Azok általában egy-két év alatt abba is hagyják a méhészkedést. Nagyon sok tényezőtől függ, hogy mennyi mézet lehet egy évbe termelni. Elsősorban ugye az időjárás az nagyon-nagyon befolyásolja, mind általában a többi mezőgazdasági ágazatot és a méhészetet. Nagyon befolyásolja, ugye, mert amikor virágoznak nagyban növények, akkor rossz idő van, hideg van, eső van, amelyek nem tudnak gyűjteni. Ugyanakkor a tavasz időjárás nagyban befolyásolja a méhcsaládok fejlődését, mert ott is, ha hideg van, rossz idő van, a méhcsaládok nem tudnak fejlődni, visszamaradnak a fejlődéssel, és hiába kezd virágozni az akác, gyakorlatilag a gyenge méhcsaládok nem bírnak gyűjteni az akácról. Na most, tehát az éghajlati tényezők, amit befolyásolják, az utóbbi időben sajnos a sok vegyszer, amit használnak a mezőgazdaságban, növényvédelemre, ez mind-mind negatívan hat a méhcsaládokra, és egyre drasztikusabb hatással van. Hallani sok helyen, hogy egész méhészetek pusztulnak el, mérgeződnek meg. Az biztos, hogy az a vegyszer, ami rossz a méheknek, enyhén fogalmazva, az az embernek se jó. És a méhek sokkal-sokkal érzékenyebbek a környezet szennyezésre, mint az ember. De van az a jó mondás, Einstein mondta, hogy ha a méhek elpusztulnak, akkor az emberiség maximum 4 évvel éli túl a méhek pusztulását. Ugyanis nem lesz ugye akkor, ami beporozza a növényeket, és fokozatosan elhal a növényzet, nem lesz úgymond tápanyag, és kihalhat az emberiség. Na jó, mondjuk ez egy kis túlzással, de azért nagy alapigasság van benne. Na most, ha helybe mészkedik valaki, évtől függően átlagban olyan 10-12 kilót mondjuk családonként pergethet, ha jó év van. Ha vándorol, akkor attól függően, hogy hány virágra sikerül elvinni a méheket, milyen időjárás van, mennyire tudják kihasználni a méhlegelőt, úgymond az adott méhlegelőt, akkor el lehet érni ennek a 10-12 kilónak 3-4-5-szörösét is. Tehát a családonkénti 10-12 kiló átlagnak. Sima Ferenc szaporítással, a méhállomány növelésével is foglalkozik tartás céljából és értékesítési szándékból. Anyanevelés, rajkészítés, műrajkészítés és ezeknek a forgalmazása, ez megint egy fontos jövedelmi forrás lehet. Már általában azok a méhészek, mondjuk a kezdő méhészek, azok kevésbé ismerik az anyanevelés technológiáját, csinyát, binyát, és akkor azok szívesebben vásárolnak méhanyákat anyanevelőktől. Tehát
olyan anyanevelőktől, akik jogosítvánnyal rendelkeznek ezen anyáknak az előállítására és eladására. Na most ugyanakkor rajokat is készítünk, műrajokat, és megint azok a méhészek, akik szaporítani akarnak, és mondjuk főleg nagyba, tehát egy évben meg akarják duplázni vagy triplázni a méh állományukat, azok nagy erőszeretettel vásárolnak rajokat. Vagy tavasszal ugye a vándorméhészek, mielőtt indulnának vándorolni, a téli elhullás, a téli pusztulás pótlására szintén vásárolnak családokat. Úgyhogy sok méhészet van, amelyik már ilyen szaporításra állt át, úgymond, tehát mély családok, mély anyák és rajok létrehozására és eladására. A mély családban a dolgozó méhek egyedszáma az változik. Ősszel, téli időszakban körülbelül 15-20 ezer egyed van dolgozó méh egy családban, az tele lát, és tavasszal elkezd növekedni a dolgozó méhek száma, egyre több méhecske kell ki, és az áttelelt méhek fokozatosan elpusztulnak, és főszezonra, tehát az azt jelenti, hogy június vége, július elejére elérheti a 60-tól 80 ezer méhecske per család. Tehát ilyen nagy létszámot, ez már egy jó nagy család, amelyikben 80 ezer dolgozó méh van. Na most a méhek életkora, hát a szezonban egy pár hetet élnek aktívan a méhek, ugye amikor keményen dolgoznak, kirepülnek, nektárt gyűjtenek, a nektárból mézet készítenek. Ősszel pedig az ősszel kikelő méhek, szeptember-októberben kikelő méhek, azok áttelelnek, tehát egészen március-áprilisig élnek azok a méhecskék. Úgyhogy tehát attól függően, hogy mikor kell ki a méhecske, mennyit dolgozik, az élete is attól függ. Egy mély család az attól jó, hogy ha minél több dolgozó egyed van a mély családban, tehát amint mondtam, szezonra eléri a 60-tól 80 ezer egyedet. Ha fiatal benne a méh anya, mert a fiatal anya azoknak a petéző képessége nagyobb, tehát naponta egy fiatal anya le tud rakni 2000-3000 petét, tehát ez azt jelenti, hogy a saját testsúlyának többszörösét lerakja petébe. És persze, tehát ez határozza meg a jó méh családot, fiatal anya, népes legyen, szép fiasítása legyen, és lehetőleg fiatal lépeken legyen, tehát ne legyenek a családban régi, öreg lépek, és ezek a fő jellemzői egy méh családnak. Na most mennyibe kerül? Hát az ára ebbe a szezonban, tehát a tavasszal és eddig, olyan 250 és 350 lej között mozgott, tehát egy méh család. A méh család erősségétől függően, tehát attól függően, hogy hány léputcát, illetve hány lépet takart, mennyi méhecske volt a családban, mennyi fiasítása volt. De körülbelül itt mozog az ára. Eléri a 100 eurót is családonként, tehát mondjuk szezon előtt, amikor egy teljesen kifejlett család, az a 100 eurót is eléri értékbe. Hogy eddig az időjárás, a tavasz mennyire volt kedvező a méheknek, arról is beszélt Ferenc. Nagyon-nagyon rossz volt a tavasz, hűvös volt, a méh családok nagyon gyengén fejlődtek, a vándormészek is, akik elmentek repcére, tehát kora tavasszal, az azt jelenti, hogy már április hónap folyamán, sajnos azok se tudtak eredményt elérni, és most nyílik az akác, és az elmúlt időben az akác virágról se tudtak igazán hordani a méhek, elsősorban az időjárás. Tehát az idén egyelőre mondjuk úgy, hogy nagyon rossz évünk volt eddig, viszont reménykedünk, ahogy szokták mondani, a remény hal meg utoljára, reméljük, hogy az elkövetkezendőkben mondjuk a havasra vándorló méhészek, vagy majd akik a napraforgóra mennek, vagy a hársra, reméljük, hogy azok eredményesen fognak járni. A múlt évvel se dicsekedhetünk nagyon, de egy olyan közepes évnek mondhatjuk a múlt évet.
Viszont ami nagyon-nagyon elvette és veszi a méhészek kedvét, az az alacsony mézfelvásárlási árak. Olyan alacsony az angrós felvásárlási ár, hogy szinte az előállítási ár alatt vásárolják fel. Úgyhogy szegény méhészek, aki rákényszerül, hogy angróba eladja a mézét, az nagy valószínűséggel ráfizet a méhészetre. Hát az alacsony mézárak, hogy miért ilyen alacsonyak az angrós felvásárlási mézárak, erről nagyon-nagyon sokat lehet beszélni. Sok-sok tényező befolyásolja, annak ellenére, hogy az Európai Unióban az uniós méhészek által megtermelt méz a fogyasztás csak 60%-át fedi le, mégis a külföldről behozott, főleg Kínából, meg más államokból olyan olcsón hozzák be az Unióban a mézet, hogy azzal a romániai méhészek és általában az Európai Uniós méhészek nem tudnak versenyezni azzal az árakkal. Tehát ez az egyik fő oka annak, hogy a méhészet úgymond nem kezd jövedelmező lenni. Hogy készül a méz? A nehéz munkát a méhek végzik. Megkeresik és begyűjtik a virágport, majd hosszas munkafolyamatok során közös csapatmunkával készül el a méz. A méhész feladata, hogy a méhészkeretet, amire a lépet a fiatal méhek készítik, kivegye a kaptárból és betegye a pergetőbe, melyben a forgatás során kicsapódik a méz. Ez a munka könnyebb része. Édes, mint a méz, tartja a mondás, de az édes élet rengeteg munkával és önfeláldozással jár. Köszönöm figyelmüket, hogy néztek minket, jövő héten újra találkozunk, viszontlátásra! Ruhában partnerünk a Szovátai Anna Store. Minőség, divat, elegancia. Anna Store.